A 60-as évek végén három meghatározó egyéniség kézilabda edző dolgozott városunkban, Madár Imre, Györfi Pál és Szagány Károly. Az egykori delfinesek nevelőjükre Szagány Károlyra emlékeztek a hétvégén, ahogyan az több mint 25 éve teszik, ezúttal is hadcsapatos nemzetközi tornát rendeztek. Mi örömmel jövünk játszani, bár ahogy majd látszik is esetleg a felvételeken, azért ez már nem olyan, mint 30 évvel ezelőtt, de ami a nagyon érdekes, hogy mi már 26 évvel ezelőtt is öreg fiúk voltunk, és még most is azok vagyunk, de itt vagyunk a pályán. Amikor elkezdtük, akkor mi olyan 35 és 40 év közöttiek voltunk, akkor 35 volt a alsó korhatár. És ahogy haladt a kor, először 40 évre emeltük, most már 45 év az alsó korhatár, mert egyébként mi soha nem férnénk be a csapatban, már nekünk is kell játszanunk. Aki sportoló volt, az nem tud kilépni ebből a fajtából. Én azért elég sokáig nyomtam, és akkor, amikor itt a... Hát mi akkor hagytuk abba a versenyszerű sportot, amikor ez az öreg fiúk torna megalakult. Utána még azért egy 10 évig nyomtuk a megyei bajnokságba az a csapat, meg az öreg fiúkba is. Hát ezt nem lehet abba hagyni. Éppen ma reggel kérdeztem a régi öregeket, akikkel együtt kezdtük ezt az egészet, hogy miért jössz te ide, mit keresel még itt? Hát hol lennék? Tehát olyan természetes ilyenkor ez a kérdés, hogy ezért vagyunk itt, mert szeretjük. Itt az entai csapatban van egy kapus úriember, aki 79 éves most, játszik még, utána 78 éves a következő, és a mi csapatunkban 77 éves játékos van, aki viszont a leggyorsabb és a legfittebb még a csapatból. Nem én szerveztem a tornát már, tehát természetesen segítséget azért a 26 év az elég sok, tehát a tapasztalatokat átadom, meg javaslatokat, de már ezt nem én szerveztem. Akkora nyomás volt ezen a kupa szervezésen rajtunk, mert ezért mégiscsak csapatként szerveztük ezt a kupát. Nagy hagyományt kell továbbvinnünk, de úgy érezzük, hogy kötelezettség is ez, hiszen a kézilabda iránti szeretet és a Mistral az pedig egy 26 év továbbvitele. Ez a jövő, ez nagyon fontos, hogy ne álljon meg a kézilabda Kecskeméten az öreg fiúk szintjén sem. Ez a torna, ez most úgy fog eltelni, hogy a mez rajtam van, de a pályára nem nagyon fogok tudni fellépni, de lehet, hogy így a jobb a csapatnak. Már most szervezik a következő összejövetelt. 2023. november hónap egyik hétvégén lesz a találkozó a Messzésvár sportcsarnokban.